A külföldi felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert hadköteles korú ukrán állampolgárok a hadi állapot végéig már nem hagyhatják el Ukrajnát közölte csütörtökön André Demcsenko, az állami határőrszolgálat szóvivője, az Interfax Ukrajna hírügynökségnek nyilatkozva. Az erről szóló rendeletet szeptember 14-én fogadták el. Demcsenko elmondta, márciusban Ukrajna katonai vezetése úgy döntött, hogy lehetőséget biztosít a visszatérésre azoknak a diákoknak, akik február 24-ét megelőzően külföldön tanultak, viszont a háború kitörésekor Ukrajnában tartózkodtak. A határőrség a határozat alapján kiengedte az országból ezeket a diákokat ám az utóbbi hónapokban jelentősen megszaporodott azoknak az eseteknek a száma, amelyek során fiktív tanulmányi jogviszonyt igazoló papírokkal próbáltak kiutazni a hat korú férfiak az országból. Csak július-augusztus folyamán mintegy 600 ilyen okmányt fedeztek fel a határőrök, indokolta a döntés Demcsenkó, aki hozzátette, emiatt a hadvezetés felülbírálta a korábbi határozatát. A döntés értelmében ezentúl megtagadják a határátlépés jogát ettől a kategóriától.